Üdvillő módon mindenkinek! Hát a mi falunkig is elért a vihar gyakorlatilag. Most jelen pillanatban nem itthon vagyok, hanem valahol, de most ez nem lényeg. A lényeg az, hogy a hűtő az egy olyan dolog, hogy hát az úgy szereti, hogyha kap villanyt, mert különben megromolnak benne a cuccok, a fagyasztóban még jobban természetesen. És ez csak egy kis hűtő, nem egy nagy hűtő alapvetően. Hát itt megoldást kellett találni rá, hogy üzemeltessük ezt a dolgot, úgyhogy hát mivel itt van ez a kis hosszibot, hát miért ne? Amint az látható, egyébként a teljesítményfelvétel a hűtőnek az nagyon-nagyon minimális, viszont abból kiindulva, hogy több mint egy napja nincs villany, így egy kicsit így elgondolkodható, hogy meddig nem lesz villany, ráadásul még ígér szelet. Maradjunk annyiba. Na hát reméljük azért, hogy olyan túl nagy problémák azért nem lesznek. Viszont én elgondolkodtam rajta menet közben, hogy hogyan kellene kibővíteni ezt a 2 kWh-t alapvetően. És hát nagyon egyszerű a dolog. Ezt bárki meg tudja csinálni, akinek van ilyen erőműje. Konkrétan itt van egy 12 voltos akku, ami fel van töltve. Kihoztam belőle két MC4 csatlakozót, és gyönyörűségesen beküldtem a napelem oldalra. Ugye ugyanaz a csatlakozó áll a szivattyútónak is, és a napelemnek is, csak feszültségből állapítja meg, hogy mennyire szabad terhelje az adott kábelt idézőjelbe. Na, mivel most ugye 12,8 voltot kap, az látható, hogy ilyen 100 watt körüli teljesítmény, tehát úgymond, most jelen állás szerint, ugye 100%-ról indultunk egyébként, nem sokat evett a hűtő, az látszik, hogy alig fogyott belőle, most csatlakoztattam rá az akut nem régen, és fedezni tudjuk úgymond a fogyasztásunkat, meg közben ugye kibővítjük a kapacitást is. Tehát simán egy 3 kWh-s hordozható erőművet csináltam, az egy akku segítségével, ugye ő 1 kWh-t tud mindösszesen. Ugyan a töltés nem olyan gyors, mint amilyen gyorsan lehet meríteni, de normál körülmények között, ha csak szakaszosan van használva, minden további nélkül ez megoldható szerintem a többi Power Station-öknél is, hogy hozzáfűzünk egy akut, azt így kész, így megvan oldva a keleti kérdés. Hogyha több teljesítményt akarunk, nyilvánvalóan, akkor mondjuk 2 akut kell ugye összekötni sorba, és akkor abban az esetben már dupla ekkora lesz a töltő teljesítményünk. És ugye, hogyha lineárisan fogyasztunk, én szerintem abban az esetben az pont úgy fog merülni, ahogy töltődik, azaz egyszerre fog lemerülni a pótakunk is, mint ez. De hogyha az lemerül, úgyis csak leáll gyakorlatilag, ez meg folytatja tovább, amíg bírja. Na hát nyilván napelem ellen az ideális, de szerintem meg lehetne ezt még trükközni úgy is alapvetően, hogy például ide tennénk egy töltésvezérlőt, ezt töltenénk napelemmel, vagy akár 24 voltos rendszerben, és azt dugnánk ide be a Power Stationbe, hogy ez mindig tartsa szinten a Power Stationünket. És megvan oldva a keleti kérdés. Ki van beütve a rendszer? Napelemmel is, akuval is, mindennel is, pótakuval is. De ez csak abban az esetben igaz, hogyha nem akarunk túl sokat fogyasztani. Már pedig len egy hűtőnek, egy-két ilyen kisebb fogyasztónak, mit tudom én, annak bőséggel elegendő, mert többet töltünk, mint amit elfogyasztunk gyakorlatilag. Na és igen, egyébként milyen jó dolog a benzines fűkasza, mert az megy villany nélkül is. Bőgetik is ezerrel gyakorlatilag, mert unatkozik mindenki, hogy nincs villany, egy tévét se tudnak nézni. Na, nem vicces ez egyébként, de érted? Valamivel el kell foglalni magát az embernek mindenféleképpen. Na, én ezt a kis videót így ennyire szántam, hogy ha valakinek van ilyen problémája, hogy kicsinyli a tárolt energiáját a Power Station-jébe, ezt is simán meg tudja oldani a ennél kisebb modelleknél is minden további nélkül, mert amíg tölthető 12 voltról, oda simán be tudol vezetni egy másik pótakut, és már ki is bővítetted a kapacitást idézőjelbe. Ha tetszett a videó, akkor nyugodtan dobhatsz egy lájkot, ha még nem tetted, akár fel is iratkozhatsz, de tudod, hogy minden rajtad múlik. Következő videóig is, na csá, ja, és sok áramot nektek, ne legyen áramszünetetek. Rossz dolog, ha rátok romlik a kaja. 14.52. Hát már volt egy pár órát villanyunk. Én itt hagytam a készüléket így, ahogy volt. Ez fel is töltött 100%-ra. Megmutatom. Nincs. Kérlek szépen, nincs. Hát miért is lenne? Ahogy a szél egy kicsit megmozdult, de csak egy kicsit. Ilyet? Nem nagyon. A villany az is ment a francba. Na.
Indul is azonnal a hűtő, mint az látható. Már papál is szépen. Na, most már van. Jó ez. Hát kicsit ramat érted, de egy helyzetben minden jól látod. És jól lesz, tudnak dolgozni. És jelen esetben, mivel 100%-on van, nem is használja egyébként, tehát amíg nem sír le, azt hiszem 98%-ig, addig nem is nyúl ahhoz az akuhoz. Tehát nagyon szépen kiegyenlítik egymást. Ez még marad itt egy darabig, mert még ígér egy pár vihart a hétre. ...18.53-at írunk, ugye 7. hó 8-a kedd, hát megint volt egy kis harmat, meg egy kis ez az amaz, úgyhogy hát na, azóta is folyamatosan elmegy, visszajön a villany. Szerencsére ott van a láda, úgyhogy a hűtő az nem megy tönkre. Itt ezen a portán nem lenne gond, ahol ugye én vagyok, de a másik helyén ugye ott nincs folyamatos áramellátás, úgyhogy továbbra is a láda tartja az életet a hűtőbe. Itt meg egy kamerán keresztül nézegetem, hogy ha van kép, akkor van villany, ha nincs kép, akkor nincs villany. Hát vagy negyed órát összesen már volt, maradjunk annyiba. Tehát nagyon minőségi a szolgáltatás egyébként, mondjuk itt nálunk mindig is ilyen volt. Tehát annyira nagyon nem meglepő ez, tehát így, hogy látva, hogy leszakadnak a vezetékek országszerte, meg mit tudom én, így nem is annyira nagyon nagy fájdalom idézőjelbe, mert megérthető, hát most olyan, amilyen, de itt nálunk egyébként, ha nincs semmi rendkívüli esemény, akkor is ilyen elmegy, visszajön, olyan valahogy nem stabil. Gondoskodni kell magunknak a dolgokról mindenféleképpen. Csak gondoltam, megosztom ezt az ötletet egyébként, hogy hogyan lehet kibővíteni egy meglévő Power Stationnek a kapacitását, mert hát, ilyen használat mellett egyébként simán minden probléma nélkül nagyon jól működik, és nem is lesz szerintem a hűtő átcsatlakoztatva a rendes hálózatra. Majd csak holnap reggel esetleg, ha már akkor lesz stabil ellátás, mert ez a van egy percet, nincs három percet, van megint, ez nem működőképes, ezt a kompresszor nem igazán díjazza. Hát meg semmi más, gondolom a router is belebolondulna, hogyha állandóan így kéne csinálni neki, szerencsére annak van szünetmentes tápja. De a napelemes rendszer a megoldás, szigetüzeműbe is akkor ilyen probléma nincs. Na, ha tetszett a videó, akkor nyugodtan dobhatod a lájkot, ha nem tetszett, akkor is. Ha nem iratkoztál fel, feliratkozhatol, de egyébként rád van bízva. A következő videóig is, na csá!